Hatodik fejezet Küzdelem a dzsungelben Vándorlásai során a törzs gyakran elvetődött a lezárt, csendes kunyhó közelébe, amely a száraz földbe benyúló kisöböl partján állt. Tarzan számára ez az építvény mindig is titokzatos és örömteli élmények kiapadhatatlan forrása volt. Bebe kukucskált a lefüggönyözött ablakon, vagy felmászott a tetőre. Ilyenkor a kémény fekete kürtőjén át kémlet lefelé Abbéli híj kezetébe, hogy megfejtse az erős falak között rejtőző ismeretlen csodák titkát. Gyermeki képzelete csodálatos lényekkel népesítette be a kunyhót, az pedig, hogy lehetetlenségnek látszott akár erőszakkal is behatolni a belsejébe, megsokszorozta tarzamban a vágyat, hogy csak azért is megpróbálkozzék vele órákon keresztül mászkált a tetőn és az ablakok körül, hát ha megtalálja a bejutás módját. Az ajtónak nem sok figyelmet szentelt, mert az ugyanolyan masszívnak tűnt, mint a falak. Amikor aztán az öreg szaborral való kalandját követően legközelebb ismét a környéken járt, a kunyhóhoz közeledve egyszer csak feltűnt neki, hogy messziről nézve az ajtó, mintha különálló része volna a falnak. Most először jutott az eszébe, hogy esetleg ez lehet a régóta hiába keresett bejárat. Egyedül volt, ami gyakran megesett, ha a kunyhóhoz látogatott. Társai nem szerettek idejönni. A villámbottal kapcsolatos história következtében, amelyet nem szüntek megemlegetni az elmúlt tíz év alatt, a fehér ember elhagyott hajlékának környéke hátborzongató és rémisztő helynek számított a majmok szemében. Az, hogy neki miköze van a kunyhóhoz, soha nem mondták meg. A majmok nyelve rendkívül primitív volt, alig-alig tudtak beszámolni arról, mit láttak a kunyhóban. Nem volt szavuk sem a különös lények, sem pedig tárgyaik pontos leírására. Így aztán, mire Tarzan elég idős lett volna ahhoz, hogy mindezt megértse, a törzs tagjai már rég megfeledkeztek a dologról. Csak valami ködös, határozatlan formába adta kala a tuktára, hogy az apja egy furcsa fehér majom volt. Arról azonban nem volt tudomása, hogy az igazi anyja nem kala. Ezen a napon egyenesen az ajtóhoz ment. Órák vizsgálódott és matatott a sarokpántok, a gömbkilincs és a zárnyelv körül. Végre ráhibázott a helyes módszerre, és az ajtó nyikorogva nyílt ki. Néhány percig nem is bent beljebb menni. Aztán, hogy a szeme hozzászokott a kunyhó belsejének világosságához, lassan és vigyázva beóvakodott. A padló közepén egy csontváz hevert, amelyet itt-ott még mindig valamikori ruhadalabok penészes, máladozó maradványai borítottak. Az ágyon egy hasonló rémisztő valamit látott, csak az kisebb volt, mint a másik. A közelben lévő aprócska bölcsőben egy harmadik, egy gyermekcsontváz volt látható. A kis tarzan a dzsungelbéli élet során hozzáedződött a halott és haldokló állatok látványához, és akkor sem hatódott volna meg sokkal jobban, ha tudta volna, hogy saját apjának és anyjának földi maradványait látja. Inkább a bútorok és a szoba egyéb berendezési tárgyai vonták magukra figyelmét. Aprólékosan megvizsgált mindent. A különös szerszámokat és fegyvereket, a könyveket, papírokat, ruhákat, illetve közülük azokat, amelyek képesek voltak ellenállni a tengerparti dzsungel nyírkos klímájának. Kinyitogatta a ládákat és szekrényeket, azokat persze, amelyek engedelmeskedtek gyakorlatlan kezének. Ezek tartalmát sokkal jobb állapotba találta. Volt ott egy hegyes vadászkés is, amelynek éles pengéjével sikerült mindjárt elvágni az ujját. De folytatta tovább a kísérletezést. Rájött, hogy az új szerszámmal kis darabokat tud levágni az asztal és a székek fájából. Ez hosszú ideig elszórakoztatta, de végül rámunt a dologra. Folytatta a kutatást. Az egyik szekrényben élénkszínű képekkel teli könyvre, egy gyerekeknek szóló illusztrált ABC-s könyvre bukkant. Szülei valamikor azért hozták magukkal, hogy ilyen és ehhez hasonló versikékből tanulja meg a betűvetést. A képen Ádám nyilasként lép elő, baljában íja, céloz, s aztán lő. Tarzant a képek érdekelték rettenetesen, sok nagy testű majmot látott, akinek arca hasonlított az övéhez. Kicsivel odébb a könyvben az M-nél néhány pontosan olyan apró majmot talált, mint amilyeneket naponta látott ugrádozni saját őserdejének fái között. De sehol sem bukkant rá saját népének képeire. Az egész könyvben egyetlen ábra sem hasonlított kercsákra, tublatra vagy kalára. Először megpróbálta leszedni a kis alakokat a könyv lapjairól, Hamarosan rájött, hogy nem igaziak, bár azt továbbra sem tudta, hogy mik lehetnek. Nem ismert olyan szavakat sem, amelyekkel megnevezhette volna őket. A csónakok, meg a vonatok, a tehenek és a lovak semmiféle jelentéssel nem bírtak a számára. Azonban még ezeknél is értelmetlenebbeknek tűntek azok a különös kis micsodák, amelyek a színes képek alatt és közöttük voltak láthatók. Valami furcsa fajta bogár lehet, gondolta, mert sokuknak lába is volt. Igaz, egyet sem sikerült találnia, amelynek szeme és szája lett volna. Ez volt az első találkozása az ABC betűivel, pedig már elmúlt tíz éves. Természetesen soha nem látott korábban nyomtatott betűt. Nem beszélt egyetlen teremtett lélekkel sem, akinek akár csak halvány fogalma is lett volna arról, hogy a nyelv írott formában is létezik. És soha sem látott senkit sem olvasni. Nem csoda hát, ha a kisfiú teljesen tanácstalan volt a furcsa alakzatok jelentését illetően. A könyv közepe táján megtalálta régi ellenségét Szabort, a nőstény oroszlánt. Kicsit odébb hisztahott, a tekergődző testük így volt. Lebilincs előélmény volt. Életének tíz éve alatt még soha semmiben nem lelte ennyire kedvét. Teljesen belefeledkezett a könyvbe, és észre sem vette, hogy lassanként alkonyodik. Lassan végképp leszállt az est, és az alakok teljesen elmosódtak. Visszatette a könyvet a szekrénybe, és besukta az ajtaját, mert nem szerette volna, ha bárki más hozzá férkőzhet a kincséhez, és kárt tesz benne. Amikor kiment az egyre sűrűsödő sötétségbe, bezárta maga mögött a kunyhó masszív ajtaját is. Ugyanúgy, ahogy volt. De még mielőtt távozott volna, észrevette, hogy a vadászkés ott hever a földön, a dobta. Most felvette és magával vitte, hogy megmutassa társainak. Alig tett tíz lépést a dzsungel felé, amikor az egyik alacsony bokor árnyékából egy hatalmas testű alak lépett eléje. Először azt hitte, az övéi közül van ott valaki, de a következő pillanatban megismerte Boglanit, a hatalmas gorillát. Olyan közel volt már hozzá, hogy menekülni nem lett volna értelme. A kis tarzan tudta, hogy most ki kell állnia, és meg kell küzdenie az életéért. Ezek az óriás fenevadok halálos ellenségei voltak a törzsének, és sem az egyik, sem a másik fél nem kért, és nem is adott soha kegyelmet. A Tarzan a saját törzséből való teljesen kifejlett himmajum lett volna, könnyedén elbánhatott volna a gorillával, mint hogy azonban csak egy angol kisfiú volt, bármennyire fejlett izomzattal rendelkezett is, semmi esélye nem volt kegyetlen ellenfelével szemben. De dicső lovag elődeinek hagyománya mellett felvértezte őt a dzsungel fenevadjai között eltöltött rövidke életének sok-sok tapasztalata is. Nem ismert olyan fajta félelmet, mint az emberek. Szíve csak izgalmában és a kalantól felvillanyozva vert sebesebben. Ha alkalma lett volna rá, minden bizonyal elmenekül, hiszen nem lehetett egy elő ellenfele ennek a nagy állatnak. Mivel azonban az esze azt súgta, hogy lehetetlenség sikeresen kereket oldania, felvette hát a harcot a gorillával, méghozzá bátran és nyíltan. Anélkül, hogy egyetlen izma is megremegett volna. Az igazság az, hogy amikor szembeszállt a fenevaddal, az már éppen rávetette magát. A fiú igyekezete épp oly hiába valónak tűnt, mintha egy légy támadt volna az elefántra. De egyik kezébe még mindig ott szorította a kést, amelyet apjának kunyhójában talált. Amikor a vadállat egészen közel nyomult hozzá, a fiú véletlenül a szőrös fenevad felé fordította a késhegyét. A penge mélyen behatolt a gorilla testébe. A szkinnyában és dühében élesen felüvöltött. De a fiú ez alatt a rövid másodperc alatt megtanulta az éles és fénylő szerszám használatát. Így azután, bár ellenfele a földre teperte Tarzan, az újra meg újra markolatig vágta bele a pengét a másik mellébe. A gorilla saját fajtájának harcmoderát követve retteneteseket ütött nyitott tenyerével, és közben hatalmas tépőfogaival marcangolta a húst a fiú nyakán és melkasán. Egy pillanatig a földön hemperegtek. Tarzan felszaggatott és vérző karja egyre erőtlenebbül vaddalkozott a hosszú éles pengével, majd a kis test görcsösen megrándult és mozdulatlanná dermedt. Tarzan, az ifjú Lord Greystock eszméletlenül hemperedett az őserdő ajnövényzetére. Egy mérföldnyire az erdő belseje felé a törzs hallotta a gorilla üvöltözését. Kercsak csak, mint mindig, ha valamilyen veszély fenyegette, most is összehívta népét. Részben, hogy egyesítsék erejüket a közös ellenséggel szemben, részben pedig azért, hogy lássa törzsének minden tagja megvan-e. Hamar kiderült, hogy Tarzan hiányzik. Tublat erősen ellenezte, hogy a segítségére induljanak. csak maga sem kedvelte különösebben a furcsa kis talált gyermeket. Hallgatott tehát Tublatra, és végül egy várándítással elindult a levélkupac felé, amelyben már megágyazott magának. Kala viszont más véleményen volt. Valójában abban a pillanatban, amikor megtudta, hogy Tarzan nincs közöttük, már szákódott is az ágak között arra felé, ahonnan a gorilla kiáltásai még mindig tisztán hallhatóak voltak. A sötétség közben már leszállt a tájra, a korán felkelt hold pedig bágyat fényel különös, groteszk árnyakat vetített az erdő sűrű lombjai közé. A fénylő sugarak itt-ott elhatoltak egészen a földig. Nagyobb részt azonban inkább csak arra voltak jók, hogy még jobban kiemeljék a dzsungel mélyének túlvilági sötétjét. Kalamint valami óriás kísértet ugrált mesztelenül fáról fára. Sebesen végigszaladt egy-egy hosszú ágon, majd a levegőben úszva átlendült egy másikra. Onnan egy még távolabbi fára vetette át magát. Így sietett arra felé, ahol a dzsungel élet ismeretében biztosan tudta, tragédia zajlik le. A gorilla kiáltásaiból kitűnt, hogy a fenevad élethalál küzdelmet folytat az erdő valamely más lakójával. A kiáltozásnak hirtelen vége szakadt, és síri csend borult a dzsungelre. Kalla nem értette, mi történt. Bolgáni hangjából legvégül ugyan kivette, hogy a gorilla rettenetesen szenved a halátusáját vívja, de semmi más nem jutott el hozzá, amelyből esetleg megállapíthatta volna, miféle ellenféllel küzd. Azt, hogy a kis tarzan képes lehet elpusztítani egy hatalmas gorillát, lehetetlennek tartotta. Amikor közelebb ért ahhoz a helyhez, ahonnan a harc zaja hallatszott, körültekintőbben folytatta útját. Végül már egészen lassan és rendkívül óvatosan haladt előre a legalsó ágakon. Közben szemét kimeresztve kémlelte a holtsütötte foltokkal tarkított sötétséget, kereste a küzdők nyomát. Hamarosan meg is találta őket egy kis szabad térségben feküdtek. A kis tarzan véres és szétmarcangolt teste mellett az óriás himgorilla halálba dermedt teteme Kala halkan felsikoltott. Tarzanhoz rohant, majd ölébe kapva a csupa vérkis testet, fülelni kezdett, hogy van-e még benne élet. Alig hallhatóan jutott fülébe a nesz, a gyerek kis szívének gyenge dobogása. Ölébe vitte visszatarzant a korom sötét dzsungelen át oda, ahol a törzs tartózkodott. Sok-sok napon és éjszakákon át mellette, etette, itatta és elhesegette a legyeket és egyéb bogarakat sebeiről. Gyógyászatról meg sebészetről mit sem tudott. Csak annyit tehetett, hogy nyalogatta, és ezzel tisztogatta a sebeket, hogy a természetes gyógyulás folyamata gyorsabban menjen végbe. Tarzan eleinte semmit nem evett, csak fadó forgolódott és hánykolódott. A magas láztól önkívületi állapotban volt. Csak vizet kívánt rettenetesen, és kala hozott is neki, ahogy tudott. A szájában. Nincs olyan édesanyja az emberek között sem, aki önzetlenebb és önfeláldozó bodadással ápolna gyermekét, mint ahogyan ez a vadállat ápolta a kis elárvult teremtést, akit a sors bízott a gondjaira. Végre alábbhagyott a láz, és a fiú állapota kezdett javulni. Egyetlen zokszó sem hagyta el ajkát, pedig sebei pokoli fájdalmat okoztak. Hatalmas ütéseivel a gorilla egy helyű csontig feltépte a melkasát. Három bordája eltörött. Metszőfogaival kis hián leszakította egyik karját, és nagy darabot tépett ki a nyakából is, csupasszát éve ütőerét, amely a csodával határos módon került el a rettenetes fogakat. Tarzan csöndben viselte el szenvedéseit, azoknak a vadállatoknak a sztoicizmusával, akik nevelték. Inkább elvonult a többiektől, és valahol a magas fűbe húzta meg magát, csak hogy ne kelljen nyomorúságos állapotában mutatkoznia előttük. Egyedül annak örült, hogy Kala mellette volt. De most, hogy a fiú jobban érezte magát, a majomanya hosszabb időre is elment táplálékot keresni. Amíg Tarzan válságos állapotba volt, az önfeláldozó állat épp csak annyi tevet, hogy éhen ne vesszem. Következésképp csak árnyéka volt önmagának.